áldás, békesség. Minden időben. Szeretettel köszöntök mindenkit az ige szavával. Kegyelem nékünk és békesség. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk minden ható és mindeneket teremtő mennyei édesatyánk. Tudjuk és valljuk a te hatalmadat, melyet emberi ész és gondolat semmilyen körülmények között fel nem foghat, meg nem érthet. Mi, akik a földporából vagyunk, és te formáltál, alkottál bennünket, most kiáltunk hozzád, hogy a mi úgy kiáltunk hozzád, hogy mi fülünk belecsendül, de ha te nem hajolsz le hozzánk, kegyelmesen nem hallgatsz meg bennünket, akkor semmit sem ér a szavunk. Itt állunk bűnbánattal a szívünkben, hogy amikor valamit is meg tudunk tenni, akkor nagyon könnyen elfordulunk tőled. Most, amikor bajban vagyunk, a magunk gondolatai szerint keressük a kiutat, és ebben állunk meg előtted teszünk rólad bizonyságot. Ha te nem áldod meg kérésünket, a mi munkánkat, akkor minden hiába való. Kérünk, tudjunk téged keresni, te pedig mutass utat, hogy tegyük meg a lépéseinket. Taníts bennünket, hogy a bajban, betegségben mindenkor te vagy, ami megváltó Istenünk, a te kegyelmedből pedig új életet kezdhetünk. Szívünk belső kérését is hallgass meg, melyet úgy tárunk eléd, mint egy érthetetlen hang, de ott van a mi szívünkben, hogy minden betegségben, fájdalomban te ami gyógyító orvosunk. Ha a szent akaratodba pedig belefér, kérünk, hogy ezt a veszedelmes betegséget, ami a világot fenyegeti, vedd el gólunk, gyógyíts meg betegjeinket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Máti evangéliumából. Máté evangéliuma 8. részének 5.-től a 13. tartó verseket olvasom fel, melynek a címe Jézus meggyógyítja a százados szolgáját. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumban, egy százados méne hozzá, kérvén őt, és ezt mondván. Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved és mondani ki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados monda, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy. És a másiknak jössz te, és eljő. És az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondja az őt követőknek. Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákubbal a mennyek országában. Ez országfiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fokaknak csikorgatása. És mondja Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Amen. Kedves testvéreim, amikor olyan híreket hallunk, hogy az egész világot járvány tölti be, akkor azt érezzük, és egyre fokozottabban hangoztatjuk, hogy bizony a világ végének az utolsó jeleiről van szó. Ez a történet, amit felolvastam, arra tanít bennünket, hogy az utolsó lépés, az utolsó ítélet, az nem az emberi ész által kigondolható és meghatározó ha meghatározható időről szól, hanem arról, hogy minden Jézus Krisztusnak az élő Istennek a kezében van. A százados, amikor odament Jézushoz, akkor a környezete mindegyik úgy gondolta, hogy itt már vég van. És a százados volt az, aki bizonyságot tett róla, hogy a vég nem itt van, hogy valaki megbetegszik, súlyosan megbetegszik hanem minden Jézus Krisztus kezében van. Ha azt látjuk, hogy mindenki csak a rosszat látja, milyen jó tudnunk, hogy oda lehet menni Jézushoz. De kik is mehetnek hozzá? Oda tudtak menni a tanítványok, azok, akik figyeltek rá, és oda ment az a százados is, akiről előzőleg nem hallunk semmit, azt se tudjuk, hogy kereszténységben mennyire volt járatos, csak annyit hallott, hogy van Jézus Krisztusa. Ez a betegség minnyájunkat figyelmeztet, és tudhatjuk azt, hogy lehet Jézus Krisztushoz fordulnunk. De ez egy hitvallást jelentett a századosnak, hitvallást jelent a mi életünkben is, hogy mi Jézus Krisztushoz mehetünk. Amikor odafordul, akkor Jézus mondja, hogy megyek, segítek. A századosnak nem kellett a menetel, nem kellett az, hogy Jézus oda menjen a lakásához, csak annyi, hogy szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Milyen nagy ajándék, ha mi meghallhatjuk Jézus Krisztus szavát, meghallhatjuk azt, hogy van, akihez forduljunk, és ő pedig, mint mennyei Urunk, mennyei Istenünk, gyermekeit meghallja, magához fogad bennünket. Nem a mi akaratunk fog teljesülni, hanem az ő akarata, de az ő kezéből senki és semmi ki nem eshet. Emberileg a véget látták, de Jézus Krisztusban a vég az az, amire ő mondja azt, hogy ott vég van. Ezért, amikor a betegségeket látjuk magunk körül, és a fájdalmas híreket figyeljünk Jézus Krisztusra, aki a kezéből senkit és semmit nem enged ki, hanem mindnyájan kiálthatunk és szólhatunk hozzá. Most is szóljunk hozzá, kiáltsunk hozzá imádságban, és mondjuk el majd azt az imádságot, amelyre Jézus Krisztus tanított bennünket. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek ami szeretete, és a Szent közössége maradjon minnyáján mi velünk. Amen. Áldás békesség. Minden időben Békesség!